Négy raklapon összesen 6500 tankönyv érkezett a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumba. Az intézményben 176 9-es kezdi majd tanulmányait, 20 osztályban pedig összesen 675-en tanulnak majd itt szeptembertől. A diákoknak még van pár hetük az iskola kezdésig, addig a tervek szerint az intézmény felújítása is befejeződik. Összesen több mint 200 millió forintos energetikai felújítás vette kezdetét a Vasváriban. Az épület teljes felülete hőszigetelést kapott, és a homlokzatot is átfestették a szakemberek. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzatának a döntése alapján egy úgynevezett topos pályázat alapján újították fel a gimnáziumot. Ez alapvetően egy energetikai felújítást jelent. Az A és B épületünkben az összes olyan nyilászárót kicserélték, amely a kültéri levegővel érintkezett. Ezen kívül teljes fűtés korszerűsítésre került sor, új csővezeték és radiátorrendszer került beszerelésre. Nagyon nagy reményünk, hogy a lapostető vízhatlanítása megoldja azt az állandó beázást, amivel évek óta küzdünk akár az aula, akár a tornaterem vonatkozásában. Az újfehértói általános iskola és alapfokú művészeti iskola Erkel Ferenc tagintézményét is korszerűsítik. Mind a két iskolában legutóbb 40 éve volt energetikai fejlesztés. Ebben az épületben körülbelül 250 diák tanul majd szeptembertől. Korábban ilyen ablakokkal volt felszerelve az iskola. Az intézmény vezetője szerint ezt a 24. órában sikerült lecserélni. Több nyílászárót már ki sem lehetett nyitni. Ez a fejlesztés egy 305 millió forintos beruházás. A fenntartónk és a működtetőnk a Nyíregyházi Tankerületi Központ, de az önkormányzat pályázata keretében, tehát a tulajdonos pályázata keretében kerül az épület megújulásra. Energetikai pályázatról van szó, külső hőszigetelés, nyílászáró csere, a világítás teljes cseréje, a fűtés korszerűsítése, szigetelés, tehát egy tulajdonképpen egy teljesen új épületet fogunk kapni, és jelentős lesz az energetikai megtakarítás. Bár hamarosan itt a nyár vége, a diákok számára jó hír, hogy az iskola csak szeptember 3-án kezdődik. Az őszi szünetig pedig csak október 26-áig kell járni az intézményekbe.